A következő egyszerű csendéltet akvarellel, vagy ahogy máshogy szoktuk hívni, vízfestékkel fogjuk elkészíteni. Ugye az iskolai vízfesték és az akvarell között nagyjából annyi a különbség, hogy az akvarellnek sokkal magasabb a pigment tartalma, tehát élénkebbek a színei, tovább megmaradnak a színei, nem fakul ki annyira, miután megszárad, jobb a színtartó képessége, nem szürkül el. Amit én használok, az egy egészen jó minőségű akvarell készlet, de még ennek a színei is, ahogy majd a videóban látszódni fog, nedvesen és szárazon egészen eltérnek egymástól. Úgyhogy száradást követően gyakran vissza kell menni és újra kenni egy-egy színt, vagy megerősíteni. Na most ugyanúgy kezdem el a beállítás felvázolását, mint hogyha ceruzával dolgoznék. Szokták egyébként ceruzával is felvázolni, ha amennyiben grafitot használunk, akkor ott elképzelhető, hogy a grafit az látszódni fog az akvarell alatt. Mert hogy az akvarell az egy olyan technika, ami a papír fehérjét is hasznosítja, tehát átengedi szűrődni a papírnak a csillanását, a papírnak a fényét a festéken. Tehát ez egy teljesen lazúros, nagyon vékony festék. Úgyhogy ha már vázolunk, akkor lehet, hogy ne egy ceruzával tegyük, hanem mondjuk vannak ilyenek, hogy akvarell ceruzák, és akkor abból egy sárgát, vagy a kompozíció színéhez illőt válaszunk ki, és akkor az majd föl tud oldódni az akvarellben. Én egy citromsárgát választottam, és ráadásul ilyen ecsettel ugyanúgy fölrajzoltam. Azért is rajzoltam föl, mert a előlévő hasábnak a hátsó nem látható éleit is szerettem volna látni, hogy a hengert el tudjam helyezni mögé. Ha nem tudom, hogy hol van a hátsó éle, akkor ugyanis előfordulhat az, hogy egymásba belerajzolom a két tárgyat, és ilyen módon már akkor nem lenne jó a csendélet szerkezete. A sárgát egyébként majd, ahogy most is látszik, egy kicsit föloldom. Az a nagyon kevés kis sárga az el fog tűnni nekem ebbe a kis kékbe, amit fölkentem. Ugye itt is, ahogy a festésnél általában, vagy a rajznál, alkotásnál általában mindig a nagy felületekkel kezdjük. Helyből fölkentem a háttérnek a nagy kékjét, azokat a reflexeket is, amik a tárgyakon megjelennek. Itt most alulra ide tettem egy kis papírcsíkot, ezt egy próbapapírként fogom használni, tehát mielőtt fölkenném a papírra a színt itt kikeverem, kipróbálom. Ez egyébként egy ugyanolyan akvarell papír, mert hogy akvarell papírra dolgozom. Ez minimum 200 g-os, az a nagy előnye, hogy ha hullámos lesz, akkor is jobban bírja a vizet, nem fosszik fel a felülete, egészen jól vissza lehet egy szivacsal vagy papírzsebkendővel szedni belőle a festéket, magát a festékanyagot felvizezést követően. Illetve, hogyha körbe van ragasztva, mint hogy ezt én megtettem, egy ilyen 2-2,5 centis maszkoló szallaggal, nagyjából 1 centit rátakarva körbe le van ragasztva a papírra a táblára. Ennek az az értelme, hogy száradást követően ebbe a beleragasztott keretbe be tud feszülni a papír, és akkor nem lesz hullámos. Csak ennek egy feltétel van, meg kell várni, hogy megszáradjon maga a festmény, mielőtt leszedjük. És nagyon óvatosan kell leszedjük, hogy nehogy véletlenül beleszakadjon a papír teteje, amikor tépjük le, húzzuk le a szalagot. A száradást egyébként egy hajszárítóval meg lehet gyorsítani, mert hogyha azt csináljuk, amit én, hogy a sárgára most rákenjük ezt a enyhén kéket, kékes zöldet, akkor ha még nem száradt meg az alatta lévő festék, akkor ezek simán összekeverednek és összefolynak. Ami egy drapéria esetében itt, ahol ilyen finom kis árnyékok vannak, tehát nem gyűrődés van, hanem nem éles árnyék, hanem csak egy önárnyék, ami szépen ott végigfut a hullámon, akkor ezt nyugodtan megtehetem. A piros drapériának is az alapszínét fölrakom, és helyből fölrakom a nagy felületek összedolgozása miatt erre a doboznak a tetejére is, mint reflexet. Ugye a fedőfestékekkel ellentétben ennél az akvarell festésnél
mindig a világos színekkel, világos tónusokkal kezdjük, és utána kezdjük el sötétíteni a képet. Mert hogy ugye a világos színeket nem tudjuk rárakni, hanem mindig csak föloldaná az alatta lévő festékréteget, és egy idő után ilyen csúnya koszos színeket kapnánk. Így viszont, hogyha sötétítjük, akkor mindig rá tudunk enni egy réteget. Egy kis kéket belekenünk, hogy helyből lila legyen, mert hogy mellette egy sötét kék anyag lesz. Így aztán a piros trapérián a megjelenő árnyék, az tulajdonképpen lilaként fog megjelenni. Arról nem is beszélve, hogy sárga fénnyel világítjuk meg a kompozíciót, annak a kiegészítő színe, komplementer színe más néven pedig a lila. Így aztán sárga fénynél valószínűleg lila árnyékokat fogunk kapni. Vagy lilásat. Ugye? Mert hogyha lent nézzük a sárga drapériát, ami le van terítve, akkor azon ugye a kék árnyék és a drapéria színe ugye keveredve már egy zöldet fog nekünk adni. Ugye mindig a próbapapíron kikeverem a színt. Azért jó, hogyha az is egy akvarell papír, egy ugyanolyan akvarell papír, mint amit használok, mint amire készítem a képet, akkor pontosan fogom látni, hogy milyen szín lesz. Tehát nem lesz színbeli eltérés, felületbeli eltérés sem a kettő között. Itt most mind a kettőnek megadom a fényes oldalnak ugyanazt a alapszínt. Közben arról nem is beszélve, hogyha kikevertem a próbapapíromon egy színt, akkor ezt egy kis víz hozzáadásával, azt egy kicsit feloldva, higgítva újra tudom alkalmazni a festményen. Na most azt szokták mondani, hogy az akvarell az egy olyan alaptechnika, amit el kell sajátítani a felvételihez, de hát ennek ellenére egyébként nem is annyira egyszerű ez a technika, mert ahhoz, hogy valami frissességet sugározzon, ne dögöljön be, viszont mégiscsak az ábrázolásnak azt a fokát elérje, amitől mondjuk tanulmánynak lehet nevezni egy ilyen akvarell festményt, ahhoz viszont nagyon ügyesen kell vele bánni. Ezt én most száraz papírra készítettem, de hogyha nem egy tanulmányt készítettem volna, akkor bizony jól összevizeztem volna egy szivacsal a lapot, jó sok vizet fölítottam volna vele, hogy hat tocsogjon, és akkor arra kezdtem volna el festeni, hogy hat keveredjenek ezek a színek bátran, és miután megszáradt volna, utána raktam volna rá néhány részletet. De ha itt tettem volna, akkor mondjuk egy felvételén, ahol az van meghatározva, hogy festmény készítése, tanulmány festmény készítése, gyorsan száradó technikával, akkor az egy nehezen kivitelezhető dolog lett volna, mert mondjuk egy középiskolai 40-50 perces felvételén, hogyha valaki bevizezi a lapot és nincsen nála hajszárító, ami egyébként tulajdonképpen miért is ne lehetne nála egy felvételén, ha egyszer festeni megy, akkor nem tudja megvárni, hogy megszáradjon, és onnantól kezdve minden folyik. Tehát semmilyen rajzos elemet, mint amit én most így odahúztam, hogy a tetején egy ellipszis, amin árnyék van, vagy az oldalán egy ilyen zöldes reflex alakul ki. Ugye egyrészt a piros drapériától, másrészt a kék drapériától, meg az egész még önárnyékban is van ezen a hengeren. Ezt így nem nagyon lehetne megoldani. Úgyhogy ezért van az, hogy száraz papírról indultam. És akkor most ide is berakom a sötétebb kéket. Ugye mivel már körülötte megszáradtak a színek, ezért nem nagyon fog összefolyni, mindig meg kell várjam, hogy megszáradjon a mellette lévő felület, illetve hát egy nagyon pici rést is hagyhatok közte, hiszen az akvarellbe belefér az, hogy egy-egy helyen ugye nem érnek össze a festékfoltok, hogy ne keveredjenek, és ott áttűnik akár még a papír fehérje is, ez egy teljesen megszokott dolog az akvarellnél. Természetesen lehet egyébként találni akár az interneten is olyan videókat, ahol hiperrealista portrékat,
fotorealista csendéleteket festenek akvarellel. Nem tudom, hogy egy felvételén esetleg lenne erre szükség. Meg hát idő az, aztán semmiképpen. Ide a két tárgy közé is berakunk egy kis vetett árnyékot, ami elválasztja a két tárgyat. Ez is egy ilyen kékesebb, lilásabb vetett árnyék lesz, illetve a hengernek a belsejében is megjelenik egy-egy ilyen sötétebb ön, illetve vetett árnyék. Ez egy sima egyszerű konyhai papírtörlő henger egyébként, illetve egy fehér doboz. Az árnyékokat sötétítem, egy kicsit lila lesz a vége, hiszen a fölkent vörösbe, ha egy kis kéket rakok, akkor már is lilát fogok kapni. Egy kicsit újabb pirosat, nagyon-nagyon-nagyon sok vízzel. Ugye a próbapapíron leellenőriztem, hogy milyen lesz, hogyha fölkenem, azt megint rákenek a tetejére, mert a drapériának a vöröse az intenzíven megjelenik ezen a fehér doboztetőn. Olyannyira, hogy tulajdonképpen a két fehér tárgyból egyetlen egy fehér része sem marad, hiszen ahol fényt kap, ott sárga lesz, ahol árnyékos lesz, ott kékes lilás, ahol meg valami reflexet kap, ott még ez a kékes lila, illetve hát ugye a sárga egyes részei is még elszíneződnek. Ez is egy olyan állapota a festménynek, amikor tulajdonképpen abba is lehetne hagyni, hiszen most volt központi magja, az a középen lévő kék, ki volt nagyjából egyenlítve a kompozíció, csak ez még nem biztos, hogy az a szint, amit szeretnénk, tehát nem biztos, hogy kellően ábrázolja azt a fajta kompozíciót, aminek neki indultunk. Úgyhogy most még az önárnyékokat egy kis zölddel visszakenem a már megszáradt alsó sárga drapérián. És ahol szükséges, ott egy kis extra víz hozzáadásával ugye bele is tudom mosni egy kicsit ebbe az alsó sárga felületbe. Itt is ezt a kéket bekenem, és akkor már is ugye lefettem a papírfehérjének nagy részét. Újabb sötétítés következik, mint hogy itt egy vetett árnyéka van ennek a hengernek. Lehet, hogy egy szélesebb ecsettel jobban haladnék, de ez most már így marad. A vörös drapériát ismét megfestem egy vörössel. Ilyenkor az egészen átmehetek tulajdonképpen, mert ami sötétek rajta vannak, azok rajta is fognak maradni. Ugye át fognak jönni a frissen fölkent felületen átütnek. Ez most egy teljesen valós idejű felvétel, úgyhogy nem nagyon fogok belőle kivágni, hogy lehessen érezni, hogy mennyi ideig tart mondjuk egy színkeverés. A legsötétebbeket berakom, ezek is ilyen kékes lilás színek. Ugye feketét és fedőfehéret azt nem szoktunk használni az akvarellnél, legalábbis azt szoktuk mondani, hogy ne használjunk. Aztán persze, amikor valaki művész lesz, akkor már azt csinál, amit akar. De hogy maga az akvarell technika, az tulajdonképpen úgy épül föl, hogy a fehéreket, ami csúcsfény, azt ki szoktuk hagyni.
tehát oda nem kenünk eleve festéket, a legsötétebbeket pedig színekből állítjuk elő. Tehát sötét kékek, sötét lilák jöhetnek szóba, sötét zöldek. Itt most fölkenem a kéket, és hogyha azt szeretném, hogy a régi felület ezek kicsit jobban illeszkedjék, akkor egy vízzel elmosom neki a határát, összemosom a kettőt. És akkor már is lesz egy kis átmenet a háttérkékje és a frissen felkent árnyék között. Na, most a középső sötétkék megint adott neki egy központi magot, de mivel nem bírok magammal, ezért ide bal oldalra most berakom ezt a lila árnyékot, és ettől most megint egy kicsit elbillen a kompozíció. És minden egyes ilyen alkalommal, amikor valamit tovább csinálunk, akkor ugye az összes többi felületet is hozzá kell igazítani az újhoz, amit módosítottunk. Itt most fölkentem a festékeket, és most azt lehet látni, hogy vannak ilyen vízfoltos részek is benne. Azokat majd mindjárt meg fogom hajszárítózni. De előtte még ezeket a fénnyel teli felületeket. Én úgy érzem, hogy ezek egy kicsit narancssárgábbak, sárgábbak, melegsárgábbak. Illetve azért is, hogy ne látszódjon a alákent sárga vázolóvonal, vázolóhála, hát ezt én itt most fölkenem, akármi is lesz. De igazából nem is baj, hiszen a kékek mellé ezek a narancssárgás komplementer színek, ezek egészen jól mennek és térbe előre hozzák ugye magát a tárgyat. Hiszen ugye a kék, mint hideg szín, hátteret képez a kompozícióban. A meleg színek pedig, a meleg sárgák, a vörös, a narancsok, illetve ezek a melegebb zöldek pedig előtérben lévőbbnek tűnnek. Na, meg volt a hajszárítózás, meg is változott mindennek a színe. Az egy pillanat alatt lehetett látni, hogy minden egy kicsit fakóbb lesz. De hát nincs gond. Ilyenkor aztán az ember újra színt kever, és a próbapapíron leteszteli, megnézi, hogy melyik szín variációt akarja használni. Hajszárítózás az egyébként 1-2 perc volt. Igen, a tetejét a doboznak egy kicsit lilásabbra veszem, mert hogy ugye kék szín is van mellette, illetve hát ez a sötétvörös is indokolja azt, hogy ez itt egy kicsit sötétebb lila legyen. Ezt már egy száraz felületre kenem, tehát nyugodtan megcsinálhatom a határait, nem fog elfolyni és összefolyni a többivel. Ha csak nem akarom fölvizezni és összefolyatni. Miután ez megvan és ez is megszáradt, miután egész képet teljesen megszárítottam, utána fogom lehúzni a szalagot körbe, és akkor egy ilyen szép fehér keretet fogok kapni. Íme. Köszönöm a figyelmet!